Hello! Üdvözlöm mindenkit legújabb adásával, az Anime Japan Critics! Mai adásomban ismét egy akció és fantáziadús történettel szeretnék foglalkozni, ami nem más lenne, mint a Gunjou no Magmell. A Gunjou no Magmell műfajt tekintve az akció és a fantasy kategóriájába tartozik. Maga történetünk legelőször manga formájában jelent meg méghozzá Indavideo-s Link révén, aki 2014 óta már két különböző széria formájában összesen 9 kötetben megjelentette a manga kiadványt, majd ezt követően megjelent maga az anime is, amely végül 2019 áprilisa és júniusa között 13 rész formájában jelent meg a forgatókönyvíró Chūji Mikasano, illetve a rendező Hayato Oda révén. Történetünk egy alternatív valóságban játszódik, melyben a Földön egyszer csak hirtelen egy új kontinens, Magmell jelent meg, mely számtalan új fajt, nyersanyagot és csodát is rejtett magában, odavonzva a kalandorokat és a különbözőbb vállalatokat. Ám Magmell lényei gyakran jelentették a véget az őket leigázni készülők számára, ezért hirtelen az emberek egy új egységet hoztak létre, a Raktorokat. Történetünk főszereplője az ifjú Raktor, Inyo lenne, ki a különleges konténes DNS-ét is magában hordozva, és ezáltal különleges erejével és társa Zero segítségével gyakran hajt végre mentőküldetéseket Magmell szívében. Ám ezen mentőküldetések alkalmával számtalan furcsasággal és persze újdonsült barátokkal is találkozik. Azonban a veszély földjén nem csak Magmell lényei, hanem maguk az emberek is jelenthetik egymás számára a véget, melyek történetünk előre haladtával magunk is megláthatunk az emberi kapzsiság és kegyetlenség révén, olykor-olykor gyermekgyilkosságok vagy éppenséggel árulások révén. Ám ezen mészárlások és génkísérletek mögött sötét múlt is rejtőzik főszereplénk esetében, akik mindvégig dacolnak a sorsukkal. Összességében nekem csalódás volt ez a történet, mely számomra nem csak sztoriát, de képi és hangvilágát tekintve is eléggé gyérre sikeredett. Habár tetszettek az olyan fontos mellékkarakterek, mint Shuin, avagy Inyo mestere, de ezek ellenére sem tudtam megkedvelni ezt az eléggé érzéketlen és labilis sztorit. Így ha ezek alapján kéne értékelnem, akkor a Gunjou no Magmell számomra csupán csak egy 10/5-ös sztori lenne. Amíg viszont belekezdtek, előre is jó szorgozást kívánok, és természetesen kövessetek engem a továbbiakban is. Sziasztok!